Ezúttal meg fogjuk nézni azt, hogy mi az, amit meg tudunk, noé vagy nah, középső fiáról Hámra. Hám neve először Beresit 1. Mózes 5. 32-es fejezetben jelenik meg, mégpedig így szól. És mikor Noé 500 esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Hámot és Jáfetet. Amennyiben megnézzük Hám bejegyzést, akkor láthatjuk, hogy Hám neve két karakterből áll, egy het, és egy mem. A het az kerítést jelent, vagy valamit elkülöníteni, a mem pedig vizet, megtisztulást, illetve káoszt. Értelmezhetjük úgy is tehát, hogy ham elkeríti, vagy ő maga el van kerítve, úgy, mint káosz, vagy mint megtisztulás. A név eredeztetése vitatott, alakilag vagy egy, a bibliai héberben csak származék szavak képzéséhez használt gyök, első alapjelentéséből, mely rokon nyelvekben az arab, illetve az asszírban annyi tesz, mint körülvesz, védelmez, vagy érdekes újkori etimológiát is életre keltve, melegnek lenni, vagy felgerjedni. Azt javasolják, hogy nézzük meg a H. 2552-t, ez pedig H. Mam, két Mem, illetve a Het, karakter meleg, forrónak lenni, felmelegszik, felforrósodik, felhevül, felindul, felgerjed, mint a szív, vagy pedig églángol, tűzbe jön. Ha megnézzük a 25-24-et, az ham, úgy, mint após, és a 25-25, úgy, mint meleg, vagy pedig forró. Ha megvizsgáljuk, a földrajzi elhelyezkedését hám utódainak, akkor lehetséges, hogy a melegnek lenni, vagy forrónak lenni, az is értelmet nyer. Egyébként a felgerjedni is szerintem érdekes lehet. A következő vers pedig beresít, hatos fejezet, és abból is a kilences, amikor hám neve előfordul, és ez így szól. Noénak pedig ez a története. Noé igaz, szadik és tökéletes Tamim férfiúvala a vele egykorúak között Elohimmel járvala Noé. Ugyanúgy, ahogy Ábrahám ezt tette. És nem Nach vagy Noé három fiat, Sémet, Hámot és Jáfetet. Beresít hetes fejezetben azt olvashatjuk, hogy természetesen Kám az egyik volt, a nyolc embernek, aki túlélte az özönvizet, Noé fia lévén, a 13-as versben így ír a szerző. Ugyanezen a napon ment vala be Noé, Sém és Kám és Jáfet, Noénak fiai és Noé felesége, és az ő piainak három felesége velük együtt a bárkába ez Beresít, 9-es fejezet, amikor is ugye elhagyják a bárkát, és egy kis probléma merül fel. A 18-as versben így olvashatunk. Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala Sém, Hám és Jáfet, Hám pedig Kánánnak atya. Ezek hárman Noé fia is, ezektől népesedik meg az egész föld. Nem véletlen az, hogy megemlíti Hámot külön és Kánánt mindjárt olvashatunk arról, hogy miért is van ez. Huszas vers, Noé pedig földművelő kezde lenni, és szőlőt ültete. Ivék a borból, és megrészegedék, és mesztelen vala a sátra közepén. Valószínűleg érthető lesz a későbbiekben, bár erről már volt szó, de nézzük meg, hogy mi az, amit pontosan jelent ez a szakasz. Hám pedig Kánánnak atya, ismét megemlítik Kánánt, meglátta az ő atyának mezítelenségét, és hírül adá kint lévő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállukra vetik, és háttal menve takarák be atyuk mezítelenségét, és arca a hátra meg sem látták atyuk mezítelenségét. Ez a kifejezés mezítelenségét, ez nem más, mint ervá, úgy, mint szemérem, szemérem test, nemiszer, vagy meztelenség, ruátlanság, átvitt értelemben vételen országrész, illetve magatartás, szégyen, gyalázat vagy megaláztatás. Hogyha megnézzük, melyik szóból ered, akkor ez az ará szó, ami lecsupaszít, felfed, leleplez, vagy csupasszá tesz. Ugyanaz a szó, amit akkor használ, mikor arról beszél, hogy akkor lehet elbocsátani a feleségét, hogyha valamilyen illetlenséget talál az ember, ugyanaz a kifejezés, amit itt használ. Azért, mert egyáltalán nem arról beszél, hogy Noé mesztelenül feküdt a ház közepén, és ezt meglátták a gyermekei. Amiről szó van, az egészen más, és a Ikra 3 18-as fejezetből kiderül. A hatos vers így szól. Senki se közelgessen valamely vér szerint való rokonához, hogy felfedje annak szemérmét, én vagyok Jahua. Ez a kifejezés szemérmét, ez ervá. Arról beszél, hogy aki fizikálisan, szexuális kapcsolatba kerül valamelyik rokonához, az felfedi annak mezítelenségét, vagy szemérmét. Mikor azt írja, hogy felfedje annak szemérmét, ugyanúgy, ahogyan itt említi, a mezítelenség az ervá a szemérem Ez az, amit ő felfedett, vagy meglátott. A többiek viszont nem. Magyarul hám, Noé feleségével létesített fizikális kapcsolatot. Ezért mondja azt a hetes vers itt, a Ikra 18-ban, hogy a te atyádnak szemérmét, ervá, és a te anyádnak szemérmét, hervá fel ne fedd, a te anyád ő, fel ne fedd az ő szemérmét. Mind a kettő itt a nőre utal, hiszen csak azt ismétli meg, az atyád szemérme, az ugye a, valakinek az anyja, az anyja szemérme pedig az anyjának a saját szemérme. Ezért említi úgy, hogy a te anyád ő felnefed az ő szemérmét. Nyolcas versben tovább folytatja, hogyha valakinek nem az anyjáról van szó, hanem az atyának a feleségéről, ugye egy férfinek lehetett több felesége, illetve lehet, hogy a férfi azzal élt együtt már, aki nem az anyja volt a gyermeknek, de ettől függetlenül ő még az atya feleségének számított végig minden egyes versben a szeméremnek a felfedése az azonos a szexuális kapcsolat létesítésével. Ugyanez van a 9-es versben, 10-esben, 11, 12, 13, 14, végig-végig erről beszél. Még egy dolog ezzel kapcsolatban, hogyha megnézzük, ahogyan bevezeti ezt a fejezetet, a 3 18-as fejezetet, akkor ezt olvashatjuk. Szólj, és rá a fiaihoz, és mondd meg nekik, én vagyok Jehova, ti elohimetek, vagy hatalmaságotok. Ne cselekedjetek úgy, amint Mizraim, vagy Egyiptom földén cselekesznek, ahol laktatok, és úgy se cselekedjetek, mint Kánán földén cselekesznek, ahová most beviszlek titeket. Se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok. Ezek után sorolja fel mindazokat, amiket olvastunk. Kánán volt ugye Hám fia, Hám negyedik fia, a Kánáni nemzetek őse. Ő ebből a kapcsolatból született, amik Hám és Noé felesége között létrejött. Tovább folytatta ezt az utálatosságot, ezeket a tradíciókat idézőjelbe, vagy rendtartásokat, hiszen ő maga is egy ilyen kapcsolatból született. Ez volt az, amire figyelmeztette Jahua a népét. Itt sorolja fel ezeket, és a kifejezés, amit használ, az, hogy felfedi valakinek a szemérmét, azaz szexuális kapcsolatot létesít vele, vagy valamilyen rokonával. Most már értető az, hogy miért hangsúlyozó, hogy Hám Kánánnak atya, és utána még egyszer azt mondja, hogy Hám Kán pedig Kánánnak atya, mikor több gyermeke is volt Hámnak, miért kellene Kánán kiemelni? Azért, mert ebből a kapcsolatból született. Mikor pedig Noé felébred, így szól. Átkozott Kánán, szolgák szolgája legyen atyafiai fiai között. Áldott Jahua, sémnek hatalmassága, neki legyen szolgája Kánán. Ez az oka annak, hogy Nah vagy Noé megátkozza Kánánt, hiszen ő ebből a, az utálatosságból született, ami Kán és az ő feleségek között létrejött. Ez az átok Kánánon. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy Jahua az sem hatalmasága már ekkor is. Az ő szolgája lesz Kánán, illetve ezt mondja a 27-es versben, terjessze ki Elohim Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban, legyen neki szolgája Kanán, azaz az ő szolgája is lesz Kanán. Még annyit megemlítenék, hogy azt mondja, hogy felsenekene Noé mámorából, és megtudá, amit tett vele az ő kisebbik fia. Hogy most a kisebbik azt jelenti, hogy a legkisebb, vagy pedig csak a középső, ugye mert három volt, az igazából nem tudom itt kideríteni. Azt mondja, hogy a kicsi vagy vagy kis, kis testvér, azaz fiatalabb testvér jelentéktelen. Így érti azt, hogy kisebbik fia. Az biztos, hogy nem Hám volt a legidősebb. Ha valakit érdekel, jubileumok könyvének hetedik fejezete, ami leírja ezt a történetet, és nagyjából így szól. És ennek a jubileumnak a hetedik évhetének első évében, Na, vagy Noé szőlőt ültetett a hegyen, ahol a bárka megfeneklett, amit lubárnak hívnak, az Ararát hegyeinek egyikén, és az meghozta gyümölcsét a negyedik évben, ugyanúgy, ahogy a torában írja, hogy az első három évben ne születeljék le, és őrizte annak gyümölcsét, az év hetedik hónapjában pedig leszületelte. Pontosan úgy, ahogyan később leírja a morsék könyveiben. Bort készített abból, amit edényekbe rakott, és elt eltett az ötödik évig, az első hónap, újholdján, az első napig, azaz nem ivott belőle még egy évig. Három évig nem születeli, negyedik évben leszületelte, és csak az után, elkövetkező évben kezdte el azt ő fogyasztani. Vidáman ünnepet tartott, áldozott, és aztán ugye jöttek ittak, a helyzet pedig az lett, hogy... Hetedik vers este volt, elment sátrába, részegen lefeküdt és aludt, és pedetlen volt az ő sátrában, ahogy aludt. Hám látta Noét, apját meztelenül, majd kiment és elmondta a két testvérének odakin. Én azt mondom, hogy ne meg senkit, hogy mi az, ami magyarul ide van írva, hiszen látnunk kellene az eredeti szöveget, és beszélnünk azt a nyelvet bizonyos szinten, hogy le tudjuk pontosan fordítani. Én inkább azt mondom, hogy ki lehet következtetni, ahogyan azt tettük, ha más helyeken megnézzük, hogy mit is jelent ugyanaz a kifejezés. 9-es vers sem vette öltözetét, felkelt, ő és Jáfet, és az öltözetet vállukra helyezték, és hátrafelé mentek, és eltakarták atyuk szégyenét, és arcuk hátrafelé volt, ők rá sem néztek. Tízes vers, és Noé felébredt alvásából, és tudott mindent, amit legifja fia tett vele, és megátkozta fiát, és mondta, legyen átkozott Hánán, leigázott szolgája legyen testvéreinek. Noé felébredt az alvásból, és tudott mindent, amit legifjabb fia tett vele, és megátkozta fiát, és mondta, legyen átkozott Kánán, leigázott szolgája legyen testvéreinek. Megáldotta Semet, és mondta, áldott Jahua Sem hatalmassága, azaz Jahua Sem vonalának lesz majd a Elohime, vagy hatalmassága, és Kánán legyen az ő szolgája. Elohim meg fogja növelni Jáfetet, és Elohim sem lakhelyében fog lakozni, és Kánán lesz neki szolgája. Szerintem itt azt akarták írni, hogy Jáfet sem lakhelyében fog lakozni, hiszen ez van a Kánonban is, meg úgy logikus a szöveg alapján. Kám tudta, hogy apja megátkozta a legifja fiát, és neheztelt, hogy megátkozta a fiát, és elvált apjától ő és az ő fiai vele. Kik voltak a fiai? Kus, Mizraim, Put és Kánán. Érdekes, hogy azt mondja, hogy Kám tudta, hogy apja megátkozta a legifia fiát, akkor miért azt mondta, hogy hallotta, hogyha egyszer így volt, azonban úgy fogalmaz valami oknál fogva, hogy tudta, hogy apja megátkozta a fiát, Kánánt. Ami érdekes, és a legérdekesebb az az, hogy Kám neheztelt rájuk, és elvált az apjától, és ő máshol telepedett le. Ugyanezt tette egyébként Jávet is. Ez pedig már Jásár könyve, hogyha megnézzük az ötös fejezetben, beszél, illetve itt kezdődik el Noé vagy Nák története, ahol leírja ugyanazokat a családfa adatokat, amiket nagyjából láthatunk. Kicsit talán részletesebben, mint a Kánonban olvashatjuk és a 13-as vers így szól, és na, hogy Noé igaz ember volt, tökéletes ugye Tamim és igaz, azaz Tzadik nemzetségében, és Jahua őt választotta, hogy magot támaszon magjából a föld színére, azaz, hogy ő folytassa az emberek vonalát. Jahua mondta Noénak, vígy magadnak feleséget, és nemz gyermekeket, mert téged láttalak igaznak, Cadik, magam előtt ebben a nemzet nemzetségben vagy nemzedékben. És te fogsz magot támasztani, és gyermekeid veled a föld közepén, és Noé ment, és feleséget vett, Náma választotta, Énok lányát, ő pedig 580 éves volt. A 17-es versben azt olvashatjuk, hogy Náma fogant, és fiat szült, és nevezte nevét Jáfetnek, azaz Jáfet volt, ezek szerint a krónikák szerint a legidősebb, ezek után született meg Sem, és végül pedig Kam. Ezek után kapta meg Noé a parancsot a bárka építésére, és az is kiderül a 35-ös versből, az 5-ös fejezetben, hogy Noé vette Matuzsálem fiának Eliakimnak három lányát, feleségül fiainak, ahogyan a parancsot adott noé -nak. Jásár könyvében a 7-es fejezet írja. Ezen a ponton azonban térjünk vissza, és nézzük meg, hogy a Kánonban mit találunk. Ez bár a 7-10-es fejezet, a Nemzetek táblázata, ahol is leírja, hogy ugyanazt, amit olvashattunk végül is mind a két másik krónikában, ezek pedig Noé fiainak, Sémnek, Hámnak, Jáfetnek nemzetsége, és fiak születének az özönvíz után. A hatos vers az, ahonnan Chámról beszél. Hám leszármazottai Kush, Mizraimput és Hanán. Kushnak pedig fiai születtek, Szeba, Havila, Szabha, Rama, Szaptéka, és Rama fiai pedig Séba és Dédán. Kush leszármazott a emellett Nimrod, és ő volt az, akinek a nevéhez fűződik utána, ugye, Bábel tornya és az első szervezet lázadás Jahua ellen. Ezen a térképen láthatjuk, hogy mely területekre vonultak, ez ugye Josipus elmondása szerint Hám fiai, ez ugye Mizraim, ez Egyiptom, ez Put, Libia, Kus, pedig Szudán, illetve Etiópia és Eritrea. Kánán lenne a mai Palesztin ország, illetve a Palesztin népek. De ezen a térképen nagyszerűen látszik Egyiptom, Líbia, Szudán, Etiópia, Eritrea, illetve a mai Palesztina területe. Ez jubileumok könyve ismét, és az a rész, amikor Ham ugye rossz néven vette azt, hogy megátkozta az apja a fiát, elvált az apjától, épített egy várost, és a felesége után elnevezte Nelá Ezután Jáfet irigy lett a testvérére, és ő is épített egy várost, elnevezte a felesége után Adá Taneszesznek, majd végül Sem épített egy várost, és Szede Ketelebábnak nevezte el. Ő azonban az apjával maradt Noéval, illetve az apja közelében. Amit ki akarok ebből hozni, az az, hogy mind a három város a Lubárhegy közelében van. Ezt a Lubárhegy az az Ararát közelében van, hogyha sem városa annak a keleti oldalán van, míg Hám városa délre van tőle, Jáfet városa pedig nyugatra van ettől. Ez az, ami kiderül a 17-es versből. Itt van a térkép újra, itt van Ararát hegye, Örményország és Törökország határán, a mai országokat nézve, ettől nyugatra Jáfet, ugye persze a közelében volt, de az irány az már látszik, hogy nyugatra Európa felé, Sém keletre megmaradt ebben a mai Ázsia vagy közel-kelet, és innen délre helyezkedett el Hám, aki ugye később Afrikába bevonult. Ezek maradtak az irányok a történelem során, és ez már a kezdet kezdetén is látszik. Ez ismét jubileumok könyve, 8-as fejezet, 9 versben azt olvashatjuk, hogy és miután felosztották maguk közt titokban, elmondták Noénak. Ugye mit is? A földet felosztották maguk között titokban. A tízes versben azonban így ezt olvashatjuk. Eljött az ideje a 30. jubileum elején, hogy három része osztották fel a földet maguk között, külön Sem, Kham és Jáfet, örökségeik szerint az első év első hetében, amikor egy közülünk el lett küldve hozzájuk, hogy velük legyen. Sorsot vetettek, ezt ugye olvashattuk és megnéztük már Jáfet esetében, csak még egyszer el akarom mondani, Semnek jutott a föld középső része, ez a leírása, és minden, ami ettől észak felé van, az jáfeti, minden, ami dél felé esik, az ugye hámé kell, hogy legyen, ugye a sem, az egy elírás itt ismét. Ha megnézzük ezen a térképen, ugye ez az a hely, ahol voltak, Ararat környéke, minden, ami ettől éjszakra esik, az jáfeté, és minden, ami ettől délre esik, az pedig Hámi, ez az a terület, ami megmaradt Semnek. De nagyszerűen látszik ezen a térképen is, ahogyan felosztották a földet. Középen megmaradt Sem, Északra, Jáfet, Délre pedig Hám. Ha megnézzük a Google térképen, akkor szintén látszik, hogy az afrikai nemzetek, az Hám leszármazatai, az európai Jáfet, és amit mi közel-kelet vagy dél-ázsiának hívunk, az pedig sem leszármazottai. Már a múltkor is megnéztük, ez ugye Divri Aleph, és ez első kronika 1, ahol szintén a nemzetek táblázata van, ugyan erről számol be, ugye Noé fiai Sém Kham Jáfet, és Kham fiai Kus, Mizraim Put és Khanán, utána pedig a többi Szébá Havilá, és Szabteká, Rama leszármazottai Séba és Dédán, ezek után pedig a Nimrod történet következik. Mizraim, leszármazottai Ludim, Anamim, Lechabim és Naftuchim. Továbbiak Patrusim és Kasluchim, és ők, akiktől a filiszteusok származtak, és Kaftorim. Kánán leszármazottja Sidon, az ő első szülötte Hét. Ezek után pedig ugye azok a nemzetségek, melyeket ki kellett írtani, azok mind Kánántól származtak, a Jebuzeus, Emoreus, Görgözeus, de a Kiveus, a Harkeus, a Szineus szintén, az Árvadeus, a Szemareus és a Hamateus szintén mind-mind Kánán leszármazottai. Ez pedig Zsoltárok, Tehelim, 78-as fejezet, 42-es vers így szól. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, a napról, melyen megváltotta őket a nyomorgatótól, midőn kitűzte jeleit Egyiptomban, és csodáit a Koán mezején. Koán, alsó Egyiptom ősi városa, a 25. dinasztia északi fővárosa, amelyet a görögök Tanisnak neveztek. Egyiptomot remélhetőleg mindenki tudja, de ha nem, akkor Egyiptom az itt található, ugyanott, ahol a mai Egyiptom ország elterül, a Nílus deltájától indult, és végül a Nílus mentén ez volt Egyiptom, ami egyébként Kham leszármazottjainak az, a földje, Mizraim földje, de ez ki fog derülni hamarosan. Ezek után Dávid felsorolja ugye a csapásokat, melyek Egyiptomban voltak, majd az 51-es vers így szó és megöle minden elsőszülöttet Egyiptomban, Egyiptom egyébként Mizraim, az egyiptomi birodalom, Afrika észak-keleti részében a Nílus völgyet körülvevő területen, ugye az alsó felső Egyiptom, és az egyik legfontosabb ókori nagyhatalom kb. 3000 évig 30 dinasztián keresztül állt fenn. Megszemélyesítve pedig maga az egyiptomi nép tehát megöle minden első szülöttet Mizraimban vagy Egyiptomban, az erős zsengét Khám sátoraiban. Tehát Egyiptom az Khám sátorának számít, hiszen Mizraim az ugye Egyiptomnak a régi neve, illetve a Héber neve, Észak-Afrika, illetve Afrika az Khám területének számít. Ezért mondja az, hogy Khám zsengéit megölte, hiszen az ő leszármazottai életek ezen a területen. Ez pedig itt már Tehelim, Zsoltárok 105-ös fejezet, és a 23-as versől így szól. És egy Israel vagy Egyiptomba, s Jakób a Kám földén zsellérkedik. Magyarul Egyiptom az Kám földének számít, és igen, megszaporítá az ő népét, Jahua, és erősebbé tevé elnyomóinál, ugye elszaporodtak, és ezért próbálták az egyiptomiak őket kiírtani mindenféle módon, és utána 27-es elvégezik azok között az ő jeleit, és csodákat a Hám földén. Egyiptom tehát Hám földje volt. Az utolsó előfordulásak Hámnak az Tehelim Zsoltárok 106, 21-22-es vers, Elfeledkezének Elohimről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művett Mizraimban, csodákat a Hám országában, félemetes dolgokat a Veres tenger mellett, azaz Hám országa volt Észak-Afrika. Nézzük meg, mi az, amit Josifus mond erről az egészről, ugye úgy kezdi, hogy Hám gyermekei birtokolták a földet Szíriától és Amanusztól, illetve Libanon hegyétől ez a Lebanon, ez Lebanon vagy Libanonnak a hegye. Itt látható ezen a képen, ha megnézzük a térképen, akkor pedig ismét ugyanoda lyukodunk ki, Szíria, ugye ez az, amiről beszél, ahonnan kezdi, Szíriától, Lebanon, a Lebanon hegye, és onnantól Egyiptom, ugye Mizraim, láthattuk Put, Kus és Kanán. Úgy folytatja jó szífusz, hogy megszereztek mindent, ami a tengerparton volt, mint a Földközi és a Vöröstenger, és egészen az óceánig, minden, ami a tengerparton volt, innentől kezdve egészen az óceánig minden irányba ez volt, hám területe. Joszipusz az etiópiaiakat kussal teszi egyenlővé, illetve így azonosítja be. Ők azok, akiket úgy hívnak, hogy. Kusájt, ugye ez az angol megfelelője, Khus leszármazottai. Utána Misraimról beszél, ami Egyiptom ma azonos, tehát a, az országot, Egyiptomot azt Misraimmal azonosítja. A következő leszármazott Put, akit Líbia alapítójának hív, legalábbis jó szífusz, a mórok egyébként szintén ezt a népcsoportot ö, takarják. Ez a kifejezés, hogy mor szintén put leszármazottait azonosítja. Míg a negyedik gyermek Kánán, Júdeában maradt, ugye a mai Palesztina, vagy pedig idézőjebe ugye Izrael területén. Úgyhogy még egyszer összefoglalva, ez az a terület, ahol Kánán maradt, ez volt Mizrain, ez volt Put, és itt ez a terület pedig Kus, Innen aztán terjedtek természetesen Afrikába, hova máshova mentek volna, hogyha itt voltak az őseik, Afrikába is az összes, afrikai népcsoportok tőlük származtak ettől a négy embertől. Josipus ezek után természetesen részletezi ezeket a leszármazottakat, de nem fogjuk megvizsgálni ezt már, akit érdekel, elolvashatja a leírás részben, megtalálja, illetve a PDF-ben hogyha meg akarja ezeket nézni valaki. Etiópiával kapcsolatban egyébként a Wikipédián azt találjuk, hogy ez egy görög kifejezés, Atiópia, Etiópia, és a Nílus felső régiójára vonatkozott, természetesen a Sahara sivatag egy részét is magába foglalta. Ez a térkép egyébként bemutatja a világ térképét Hérodotosz szerint. Ők úgy képzelték, hogy eddig tart a világ, ugye ez Afrika szarva, és. és mindazokat, akik ezeket a területeket lakták, Afrikában etiópnak hívták, ugyanis az etióp az azt jelenti, hogy sötét bőrű. Így mindenkit, aki itt lakott, sötét bőrűnek hívtak, az etióp egyébként azt jelenti, hogy égetett bőrű, vagy égetett színű. Homérosz említi kettőször is az Iliászban, illetve háromszor az Odüsszeában ezeket az embereket, illetve ezt a területet. A líbiai sivatagtól délre található területek az egyébként, amit Etiópiának hívtak ekkor, illetve a Vörös tenger által volt határolva. Láthatjuk, hogy ez az a terület, amit Kús foglalt el, mint Hám leszármazottja. A görög szó Etiópián vagy Aitiopsz, az két szó összetétele, az egyik az I az azaz én megégetem, a másik pedig az ops, az arc, égetett arcú, ugyanis a színére utalt arra, hogy sötétbőrűek voltak, illetve itt ugye azt mondja, hogy vöröses-barna. De ezt a kifejezést használták Homérosz idejében arra, hogy bárki, aki sötétbőrű volt. Nahum, a hármas fejezetben említést tesz Ninive pusztulásáról, és azt írja a kilences versben, hogy Kus volt erőssége, meg Egyiptom, és száma sem volt, Put és Líbia is segítőid voltak. Ha a térképen meg akarjuk nézni, ez itt Ninive, Asszíria fővárosa, és ezután Put, Líbia, mai Líbia területe, illetve Kus, ez pedig Egyiptom déli része és Etiópia, illetve mindezek a területek délre, Egyiptom, illetve Líbia határaitól. De megtaláljuk ezt a kifejezést a Brit a megújult szövetségben is, ez pedig apostolok cselekedetei 8-as fejezet, 26-os vers így szól Jahuának angyala pedig szól a Fülöpnek, mondván, kelj fel, és menj el délfelé arra az útra, mely Jerusalaimból Gázába megy alá, járatlan ez, felkelt elment, és ímé egy szerecsen férfiú, Kandakének, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komolnyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, aki feljött imádkozni Jerusalaimba. Ez a kifejezés szerecsen Aithoposz, napégette fekete arcú, etiópiai vagy etióp. Ha megnézzük apostolok cselekedetei 13-as fejezetet, akkor azt olvashatjuk az első versben, hogy Valának pedig Antiókiában levő gyülekezetben némely profiták és tanítók, mint Barnabás és Simeon. Simeon, ugye Szümeon, meghallgatás, ezt jelenti, ki hivattatik vala Nigernek, és a Cirénei Lucius, és Manain, ki Herodessel, a negyeres fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus. Ugye a kérdés az, hogy akkor Simeon miért hivattatott Nigernek? Niger egyébként feketét jelent. Mellesleg ugye Niger egy ország pontosan azon a területen, amiről az előbb beszéltünk, hogy az égett arcúak, vagyis a feketék laktak azon a területen, Etiópia, de egyébként nyilván Mizraim, Putkus, ez mind ugyanonnan származott, tehát mindnek ugyanígy kellett, hogy kinézzen és főleg úgy, hogy a világ legmelegebb részén éltek, hogy ezek az emberek mind színes bőrök voltak. Hám leszármazottai népesítették be Afrikát, akik mind fekete bőrök voltak, Niger egy ország ma, és így hívták Simeont. Úgyhogy mindenki össze tudja rakni, gondolom a fejében, hogy mi az, amire kiszeretnék térni. Egyelőre azonban ennyit Hámról, és legközelebb folytatni fogjuk természetesen Shame leszármazottaival. Mindenképpen kövessétek az 2 kettes csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halluja és shalom.